A menetrend a következő, ugye a műsorunk címe az, hogy haddal, karamellel és zenét fogunk hallgatni. Választottunk haddalt, ő hármat, amiről én nem tudom, hogy melyik három, és én hármat, amiről ő nem tudja, hogy melyik három. Éjjeli hangokba fújt minden vele. Minden emlék, minden árnyék, rohan szabadon a szívemben, hiperaktív ez a tájkép. Zűrzavaros, kicsit éretlen, az utcák olyan furcsák, reklám szlogeneket lélegzem, nukleáris levegő, nincs már szerelem, csak szeretem. Ezt ki ismerte? Gondolom a lélekdonort mindenki. Ez meg volt valakinek? Azért jó pár ember, igen. Vannak egyébként kifejezetten karamellrajongók köztetek, akik olyan az elszánt koncertre járó, megszállott minden dalát meghallgatom? Esetleg itt az önvallomások ideje. Nincs, az nem baj, hát ugye szakma belé, te is mondtad, nem járunk egymás koncertjeire, hiszen a sajátjainkra járunk. Úgyhogy ez ha meghívnak. Igen, ha felírnak minket a vendéglistára. Figyelj, ez nagyon durva ez a dal, én azért választottam bele, örülök, hogy meglepődtél rajta, és azt hangzott el, hogy egy nagy kedvenc. A személyes kedvenceid közül való ez? Nekem ez az egész album az egyik kedvenc albumom, ugye ez az Epicentrum albumnak az egyik dala, és hát az egész lemeznek végig ilyesmi hangulata van. Hát itt aztán azt a fémes, mechanikus, skifis őrületemet éltem ki. Ez eléggé ilyen kritikus lemezre sikerült, de nagyon-nagyon szeretem. Szóval a hangzással is nagyon sokat dolgoztunk. Szakos Krisztiánnal hangszereltük az egész lemezt, és hát egy ilyen életre szóló élmény volt ezt a lemezt elkészíteni. Ha játszótér, akkor ez egy igazi játszótér volt. Úgymond a lelkemnek, meg a zeneiségemnek az egyik oldalának ez egy ilyen kánaán volt, hogy ezt meg lehetett valósítani, és mindenféle kötöttség nélkül kiélhettem ezt a részét is az érzéseimnek. Ugye meghallgatva a szöveget, eleve az emberek irtóznak a valóságtól általában, és ha valamitől még jobban irtóznak, hogyha beleverik az orrukat. Te pedig egyebet se csinálsz ebben a dalban. Erre például hogy reagál a közönség? Hát ez se volt a legnagyobb sikereim egyike. Volt olyan, több olyan komment volt, hogy egyszerűen nem tudják végighallgatni, mert annyira idegesíti őket. És ezzel, hogy ilyen sokszor van ez a hiperaktív, ez a szaggatott dolog, ezzel is azt az ő... Ezzel azt is szerettem volna, hogy idegesítő legyen a végére már. Sikerült. Hogy ez a hiperaktivitás, ez a rángatózás, ez még attól függetlenül is, aki élvezi ezt a dalt, már azt is idegesítse a végén. Hogy tényleg egy őrületet szerettem volna már a dal végére elérni, és ez valóban sikerült, még ez ilyen bázis idézőben rajongóimnál is kicsit kiverte a biztosítékot. De mondom, ennek tökre örültem, mert ez volt a cél. Egyébként azt gondoltam, hogy a ritmusa miatt talán ez a koncerteken működhetne, de ez sem működött. Annyira tömény, és annyira kevesen bírják az ilyen jellegű témaboncolgatás, hogy ez sem működött például a koncerteken. Sőt, egyébként maga a dal mondjuk így megtekintések alapján sem működött annyira. Attól függetlenül nekem ez egy nagy szerelem, hogy ezt elmondhattam, hogy azért én nézem ilyen szemmel is azért a világot, meg hogy mondjam, megvan a véleményem mindenről, csak olyan ritkán jön ez ki. Maga ez a zene, meg ez a fura kicsit idegesítő, vagy irritáló struktúra, meg a szant, hát ha felidézzük, hogy mondjuk vannak ezek a, nem tudom, zenésznek talán kevésbé nevezném, de vannak olyan srácok, akik állnak egy piros gombbal, és ezt nyomogatják, és rengetegen táncolnak lent, tudjátok. Ilyen elektronikus zenei produkciókban vannak ilyenek, látom, hogy állnak ilyen stadionban, tehát 100 000-nyi ember áll, és ennek örül. Tehát az, amire te most azt mondtad, hogy ez rendkívül idegesítő, és ez elmarta az embereket, meg pont azt látom, hogy alig várják, hogy legyen egy drop, és még ennél is idegesítőbb legyen, mint odáig volt. Szerintem ez egész más. Szóval, hogy mondjam, szóval a történethez az is hozzátartozik, hogy ezt megelőzte azért a lélekdonor lemez, ahol balladák, szerelmes, lélekdonor és hasonló dalok, ilyen nagyon letisztult romantikus dalok, aztán pedig jött ez a lemez. Valószínűleg azért sem működött, mert volt egy ilyen felvezetés, szóval a dramaturgia nem volt a
nem is azt mondom, hogy nem volt a legjobb, mert engem nem érdekel az, hogy működött vagy nem működött, hanem lehet, hogy furcsa volt a közönségnek ilyen romantikus dolgok után egy ilyen száraz. Nem ezt várták. Igen. Ezért te sokat küzdesz, nem, hogy beléd látnak valamit, ami nem, nem vagy. Nem? Nem. Már úgy ért, hogy én nem küzdök vele. Úgy ért, hogy leszarod, de hogy igen, igen, így értettem, de hogy akkor úgy mondom, hogy sokat találkozol ezzel, nem? Hogy, sokat. Hogy félreértenek, mondjuk vagy mostanában már nem. Hogy mondjam, nyilván kellett hozzá egy lélekdonor lemez, kellett egy epicentrum lemez, kellett a legutóbbi lemezem, ahhoz, hogy most már azért egyre ritkábban találkozom elvárásokkal magammal szembe, mert szerintem már így feladta a közönség ezt, hogy így, hogy elvárásai legyenek felé, mert tudják, hogy hát ha valamin szeretek dolgozni, akkor az az, hogy ne ismételjem magamat, és hogy mindegyik dalom, nem csak mindegyik albumom, hanem mindegyik dalom különböző legyen az előzőtől, különböző legyen a következőtől, szóval, hogy egyszerűen ne ismételje magam. Szóval szívem szerint írnék még 100 ilyen dalt, meg nem tudom, 10 olyan lemez, mint az Epicentrum, vagy 10 olyan lemez, mint a Lélekdonor, vagy 50 olyan dalt, mint a Lélekdonor, és most így mindenféle nagyképűség nélkül képes is lennék rá. De nem, egyszerűen nem szeretem magamat ismételni, és mindig valami újat szeretnék. Nyilván azért is, mert ez inspirál, ezáltal inspirálom magam, szóval mindig szeretek valahova nyúlkálni, meg így visszanyúlni dolgokhoz, vagy előre nyúlni dolgokba. Egyszerűen szeretek kísérletezni, és nekem egyszerűen ez nagyobb öröm, mint hogy ismételjem a Hiperaktív volt, vagy a Lélekdonort. Ez az út viszi messzire a lábnyomom. Sose fél, sose alszik el a városom. Suhanás, belefárad a fény. Egyszer felléptem Balatonon, egy ilyen, még akkor vállaltam ilyen éjszakai haknikat, és bementem a helyre, és mondta, amikor megérkeztem, beléptem az ajtón, és mondta egy srác, hogy Karamell, kurva jó voltál. Meg se jöttem, de már jó voltam. Úgyhogy köszönöm szépen. Út közben. Meghallgatva ezt a dalt, azért azt gondolom, hogy benned van egy ilyen rejtőzködő, kényszer slágeríró elnyomva. Tehát ennek a dalnak a refrénje az olyan, mint amilyet az emberek akkor írnak, amikor slágert szeretnének írni. Egy csomó olyan eszközt használsz, ezek szerint nem tudatosan, direkt, nem azért, de hogy mégis használsz egy csomó olyan eszközt, ami egy dalt úgy tűnik, hogy slágerét tesz. Azért cáfolom, mert ez sem sláger. Ki ismerte? Na hát azért. Jó, hát úgy ismer, igen, de nem az a dimenziójú sláger, mondjuk, mint a Lélekdonor. De olyan dobásod már nem nagyon lesz több. Hát ebben azért a korban már igen. 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 De lesz, szóval csak, hogy az egy, ugye az ember élete karrierben vannak ilyen borzalmas nagy bólók. Persze. És az tök jó, hogy ez neked összejött, de az tényleg nem a szerzői szándéktól függ, tehát azt nem lehet megcsinálni, az valahogy gurul. Az valahogy ajándék. Ne, tényleg esküszöm, hogy amikor ennek a refrénje született, rohadtul nem arra gondoltam, hogy hú, most egy olyan, most tök jó a verze, viszont jöjjön egy olyan refrén, ami slágeres. Egyszerűen jött. Szóval hát így születnek a slágerek. Emlékszem, amikor átküldtem a menedzseremnek ezt a dalt. Nem szeretek ilyeneket elmesélni, de ennél a dalnál frankon, nagyon kevés dalomnál van az, hogy így megkönnyezem a dalt, és írtam ezt a dalt, és annyira magaménak éreztem, hogy frankon sírtam, amikor megírtam a dalt, hogy így annyira megszerettem rögtön így úgymond első hallásra ezt a nótát, és egyébként esküszöm, hogy semmi ilyenfajta tudatosság nem volt bennem. Ez a dal úgy indult, hogy szerettem volna valami olyan riffet, valami olyan karakteres dologra építeni a dalt, ami megint a nosztalgiához vezet vissza. Szerettem volna egy olyan orgonaszerű modern hangszint, ami valami ilyesmi témát játszik. És mindenképp akartam bele moldúr váltást, és akkor így elkezdtem pötyörészni. Kicsit a... Megvan nektek az a dal, az a On the Line. On the Line. Love is always... Valahogy ezt a nosztalgiát szerettem volna magamba felébreszteni, és abban is egy ilyen orgona
játssza a fő témát, meg ugye rám nagy hatása volt a V-motorok, meg szóval mindent imádok, amiben orgona van, a Totó, valami ilyesmit szerettem volna, de mindenképp modern köntösben, és akkor jött először ez a harmónia menet ezzel az orgonával, vagy nem is tudom, kicsit kifordítottuk magát a hangszint is, és az egész dalt erre húztam rá, erre épült föl az egész nóta, a lüktetés. Mindenképp szerettem volna így, hogy a lüktetés R&B is legyen, és szerettem volna, lehet, hogy egyébként ez ilyen észrevehetetlen, de szerettem volna valami olasz érzést. Ez tudom, hogy így nem lehet észrevenni benne, de hogy a vonósokban szerettem volna, a második verzében jön be egy ilyen úszós, és egy ilyen olasz filmet vizionáltam, amikor azt a fajta vonós dallamot megírtam. És például ilyen érzések is. Szóval ezek mind ilyen tudatalatti dolgok voltak, és így született. Maga a téma, meg megint ez a mechanikus, gépies, kicsit tudományos, itt ugye a tudományos kifejezés maga a zenit jött be a képbe, ami nem is tőlem származik. Imádtam egyébként, ahogy ez a dalnak a témája megszületett. Mindenképp valami olyan témát szerettem volna, hogy amikor megfogjuk magunkat a párunkkal, vagy bárkivel, aki nekünk fontos, és csak úgy elindulunk cél nélkül ebből az őrült világból. És megmutattam az akkori boxedzőmnek, beszartok, és kérdeztem tőle, hogy így én nagyon szeretem egyébként nem zenészeknek megmutatni a demóimat, mert annyira kézenfekvő ötleteik szoktak lenni, és ebben az egyesetben éltem is vele, és kérdeztem tőle, hogy neked mit jelent ez a dal. Ennyit mondott, hogy nekem olyan zenites. De mondom, ezt hogy érted? És mondta, hogy olyan, ez olyan túl van a zeniten, az annyira emelkedett, olyan más dimenzió, és akkor innen jött ez a zenit dolog. Úgy éreztem, hogy annyira az enyém, hogy van benne valami földön túliság. És ezt is szerettem volna kifejezni, és annyira kapóra jött a kifejezés. És közben rendkívül modern a hangszerelés. Tehát, hogy amiért ezeket, igen, a dalokat, mert közben ott teszem, hogy na, ha ez nem sláger, akkor az biztos a lábcím miatt. Meg volt, ugye? Ez a rendkívül durva, sorozós, csak, idegbeteg lábcím. Igen, nem csak én is modern, nagyon szeretem, hanem az, amit csinálni jó, csak hallgatni nem. Igen. De hogy... Én imádom egyébként ezeket a lábcíneket. És én ezeket nagyon-nagyon régóta használom, mint ezeket a szaggatott dolgokat is nagyon-nagyon régóta használom. És azt azért még hozzá kell tenni, hogy mint például a lélekdonorban ebben is ugye élő szimfonikus zenekar játszik,